Így néz ki a Honvéd lakótelep mellett a Párdos híd felé vezető kerékpárút. A helyzet nem mindenhol ennyire kritikus, de a felújítás, szélesítés sok régebbi bicikli útra ráférne. A kedd délelőtti városházi sajtótájékoztatón Görgényi Ernő polgármester jelentette be, hogy egy Araddal közös pályázatnak köszönhetően gyulai cég közreműködésével megtervezték a városi kerékpárutak felújítását. Több interpelláció, képviselő interpelláció is foglalkozott a képviselőtestület üléseken a kerékpárútjaink egy részének, sőt nagy részének rossz állapotával kapcsolatban. Ezért nagyon fontosnak tartja a város vezetése, hogy változtassunk ezen a helyzeten, és javítsuk a kerékpárút hálózatunk állapotát. Ez azonban nem megy egyik napról a másikra. Először meg kellett terveztessük a kerékpárút hálózatnak a felújítását és bővítését. Ehhez Arad testvérvárosunkkal közösen pályáztunk az Európai Unióhoz, nyertünk is közel 20 millió forint támogatást, amiből elkészítettük most az engedélyes terveket. Az érintett körbe nem kevesebb, mint 7 szakasz tartozik. Ezekhez összesen 10 engedélyes terv készült. Gellén Vencel városmenedzser kiemelte, összesen több, mint 15 kilométerre készítették el a terveket. Gyulának az összes olyan kerékpárútja, amelyek nagyon korai időszakban épültek, ezek között nincs benne ugye a Kossuth téri szakasz, a Csókos úti szakasz, illetve a Sarkadi úti szakasz. Az összes többi kerékpár út annyira elhasználódott és annyira felújításra szorul, hogy szinte kézzelfekvő volt, hogy ezekre tervek készüljenek. Az egyik legkritikusabb, és immár évtizedek óta megoldatlan helyzet a Békesugár úton alakult ki. A Kossuth tértől a Göndöcskertig a városrész rehabilitációja kapcsán épül kerékpárút, ám onnan a vasútállomásig egyelőre megoldatlan a helyzet. Kerékpárutat itt vagy a parkolók, vagy a zöld felület a fák rovására lehetne készíteni. Mindkét esetben erős tiltakozás volna várható, ezért a szakembereknek egy alternatív javaslatot kell kidolgozniuk. Ennek a forgalomszabályozásnak az a lényege, hogy a kerékpáros és a gépjármű ugyanazon a forgalmi sávon halad, gyakorlatilag úgy, mint ma. Csak erre felhívják a figyelmet egy teljes felületi felfestéssel, és mind a parkolóautó, mind a közlekedő kerékpáros, mind pedig a gépjármű vezető látja, hogy mind a hárman közel azonos helyen próbálják meg a saját maguk szándéka szerint elvégezni ezt a közlekedési feladatot, és felhívják a figyelmet arra, hogy ezt figyelmesen tegyék meg, és így ezek a ráfutásos és rányításos balesetek csökkenjenek. A városi kerékpárutak felújítására a tervek elkészültek, már csak forrást kellene szerezni hozzá. Jelenleg ilyen pályázati kiírás nincs, de várható, hogy a jövőben megjelenik. Gyula határon túli, aradi partnerrel összefogva is eséllyel szerezhet forrásokat erre a feladatra.